Diákok avatták fel a városi korcsolya pályát Kalocsán, ahol november 25-től már helyben is csúszhatnak a sporták kedvelői. A Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ szervezésében felállított pályát a délelőtti órákban adták át, amit rövid bemelegítést követően már birtokba is vehettek a kisiskolások. Nagyon jól érzem magam, szerintem jó döntés volt, hogy megcsináltatták ezt a pályát, mert most megyek először ilyen pályán, de nagyon tetszik. A korcsolya pálya már régi álma volt a kalocsai lakosoknak, amit az idén sikerült megvalósítani. A délelőtti órákban az iskolások használhatják, délután 3 órától este 7 óráig pedig minden mozogni kívánó előtt nyitva áll. A polgármester úr azzal a kéréssel keresett meg minket, hogy soha nem volt még Kalocsán korcsolya pálya, és a kalocsaiak mindig kiskörösre vagy környező településekre viszik a családjaikat, hogy ennek a sportnak és ennek a kikapcsolódási formának teret tudjanak adni. Így aztán azt a célt tűztük ki, hogy a sok kulturális program mellé mindenképpen szeretnénk, hogyha lenne egy korcsolya pálya. Úgyhogy ezt a korcsolya pályát felállítottuk, ilyen gyönyörű hangulatban, ilyen romantikus környezetben, szép fényekkel. Nem csak a gyerekek, de az idősebb korosztály is örült a kezdeményezésnek, amelynek több pozitív oldala is van, mind a fiatalabb, mind az idősebb korosztály számára. Én nagyon szuper ötletnek találom ezt az egészet, főleg ugye a gyerekek szempontjából nagyon hasznos dolog. Így legalább egy kicsit tudnak ismerkedni a dologgal, hogyha nem is ugye 100%-osan elsajátítani ezt az egészet, de egy nagyon jó nyitás szerintem. A tervek szerint az iskolások rendszeresen fogják használni a pályát a testnevelés órák keretében, aminek köszönhetően a mozgás mellett élményekkel is gyarapodnak. Nagyon-nagyon jó ötletnek találom, hiszen sok gyerkőcnek még nem is volt alkalma kipróbálni a korcsolyázást, és most legalább lesz lehetőségük. Biztosan, hogy fogjuk használni, és ki fogunk jönni tesi órákon is. A korcsolya pálya november 25-től 2 hónapig áll a mozogni kívánok rendelkezésére a hét minden napján.